A bankkártyás fizetés közben kialakult számítástechnikai rést használta ki egy benzinkutas az Zala megyei Lentiben. Rájött ugyanis, hogy miként tudja a kártyát úgy használni, hogy arról ne vonják le a pénzt. Egy véletlen folytán derült ki számára, hogy a pénztárgép már elfogadja a kártyát a fizetés előtt, de ha időben kihúzza a plasztikot, akkor a kártyáról nem vonja le a gép az összeget. A benzinkutas nő arra jött rá, hogy ha időben kihúzza a kártyát a terminálból, akkor az csak a pénztárgépnek jelzi, hogy megtörtént a fizetés. A bank azonban nem von le pénzt. Miután ezt a számítástechnikai rést észrevette, kitalálta, hogy pénz nélkül fog vásárolni. Rendszeresen vásárolt különböző web áruházakból, és a postaponton és pikpak.nál átvette az árut, és ezen a terminálon keresztül a saját bankkártyájával próbált fizetni, illetve nem próbált fizetni, hanem kihasználva ezt a szoftverhibát, elérte azt, hogy gyakorlatilag ingyen szerezte meg az árucikkeket. A nő összesen 1 millió forintos kárt okozott, de ezzel nem a vevőket, hanem a cégét hozta nehéz helyzetbe, mert annak a kárt meg kellett térítenie. Egy szakértő szerint a dolgozónak a hibáról azonnal kellett volna tájékoztatni a főnökeit. Ő neki egyrészt a munkahelyének, az üzemeltetőjének ezt mindenképpen kellett volna, hogy jelezze, illetve a megfelelő pénzügyi szerveknek. Tehát nagyon sokan vannak abban a tévedésben, hogyha egy ilyen rést találnak, és úgymond ők könnyű pénzszerzéshez juthatnak, akkor ezt ők megtehetik anélkül, hogy egyéb jogi vagy más büntetőjogi következménye lenne a dolognak. Ugyanígy például a talált pénzek esete, az is tipikusan hasonló. A rafinált pénztáros nőt azóta már kirúgták a benzinkútról, összesen 1 millió forintnyi kárt okozott a munkahelyének. Az ügyészség most emelte ellene vádat, felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását javasolták a bíróságnak.